A közlemény szerint a választási eredményeket azok a jegyzőkönyvek alapján állapították meg, melyeket a szavazatszedő bizottságok készítettek a szavazóhelyeken. A választások lebonyolítására a külföldi megfigyelőknek sem volt észrevételük, áll a választási bizottság elnöke által aláírt közleményben. Ezt a sajtóközleményt a Városi Választási Bizottság elnöke Vladimir Dragin úr hozta meg. Egyébként ma volt egy ülésünk, ahol felvetettem ezt a problémát, ugyanis a Városi Választási Bizottság ügyrendi szabályzata szerint ilyen közlemény csak testületi határozat alapján tehetett volna közzé. Ami pedig a színárnyalati különbségeket illeti, szabad szemmel is láthatóak és nyilvánvalóak voltak. Korábbi ígéretével ellentétben Vladimir Dragin elnök nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban. Nem hivatalos információnk szerint a választások körüli bonyodalmak miatt a vasárnapi voksolás után Dragin le fog mondani. A közleményben leírtak ellenére a szavazó cédulákat tartalmazó zsákok átvizsgálásakor a pártok képviselői 15-ből 14-ben fedeztek fel szabálytalanságokat. Néhány szavazó cédula színárnyalata eltért a többitől. A szavazólapok nyomtatását a Csíkos nyomda végezte. A nyomda tulajdonos a Csíkos Igor elmondta, árnyalatbeli különbségek lehetségesek, habár ő személyesen nem látta a kifogásolt nyomtatványokat, így az eltérés mértékét sem. A papír minőségétől a különböző környezeti változtatásokig, vagy hogy mondjam, a különböző tényezőkig, mint például a hőmérséklet, mint például a páratartalom, a víz pH értéke, az alkohol kipárolgás, a gép sebessége, a gépnek a megállása, indulása, vagy lassulása, gyorsulása esetén lehetnek változások. A VMS által a szavazócédulák megvizsgálására felkért szakember nem kívánt nyilatkozni. Az eltérő színárnyalatú papírokon szinte csak a Demokrata Párt előtti sorszám volt beplikázva.